Sziasztok, én Lucky vagyok, és üdvözlök mindenkit a következő Cities Skylines játék videómban. Hát srácok, szerintem ez lesz az utolsó videónk Retek falván. Nem tudom, hogy hogy fog ez titeket érinteni, de én nagyon úgy érzem, hogy kicsit halálra van ítélve ez a kis városkám. Ez több szempontból is igaz, meg amúgy annyira sem tetszik, viszont így első próbálkozásnak azért nektek is ezt be kell látni, hogy lehetett volna nagyobb katasztrófa is, nem? Ja, igen, újra lett telepítve a játék, és a magyarítást elfelejtettem letölteni hozzá. Na mindegy, a mai részt akkor angolul nézzük, srácok. Bár mondjuk sem eddig nem tartott feltelepíteni a magyarítást, szóval jó, oké, itt vagyunk. Na és igen, a lényeg, több szempontból is ez egy ilyen, nekem nagyon kezdetleges városnak tűnik. Én első kipróbálásos, tudjátok, és azt nagyon sokan mondtátok, hogy kapcsoljam már ki a lámpákat. Hol kell azt kikapcsolni itt a közlekedésnél? Aha, itt tudom itt kikapcsolni, és akkor be tudom állítani, hogy akkor neki meg neki legyen stop táblája. Ó, hát ez így, hát nem tudom, jó ez így. Itt csak sima stop táblák vannak, ez tök jó. Hát nem tudom, kipróbáljuk stop táblákkal, milyen lesz itt a forgalom. Rohadtul kíváncsi vagyok. Bár mondjuk itt van általában a legnagyobb probléma a közlekedéssel, szóval az, hogy most ott körülötte kikapcsolgatom, nem tudom, hogy az mennyit fog segíteni rajta. Hát majd kiderül, lehet, hogy semmit. Minden srácok, én még egyszer ezt elmondanám nektek, első városom, és rengeteget tanultam ebben a, hát ezzel együtt 4 videóval gyakorlatilag itt a Cities Skylines-ról, ami biztos, hogy a következő városunk nem egy ilyen négyzetes vagy téglalapos felbontású vagy alapú lesz, mert te azt is írtátok többen, nagyon Cities, nem, nagyon SimCity sem gondolkodok itt város tervezés ügyileg. Itt egy kicsit megpróbálom akkor jobban elengedni majd magam, milyen kis kacskaringós utak, különböző kerületek megalkotása tényleg úthálózattal együtt. Arra kell tényleg figyelni, hogy az út hierarchia az működjön. Szóval nem tudom, hogy működni fog-e, ami biztos, hogy itt mindenki csődöl be, de annyira nem érdekel. Mert itt éppen a bűnözési ráta magas. Hát, figyeljetek, srácok, nem tudom, van-e értelme oda leraknom egy rendőrös nektek. Miért ne? Szóval ott van. Viszont, amit mindenképpen meg kéne csinálnom, vagy hát meg szeretnék csinálni, aztán kiderül majd, hogy ez jó lesz-e, hogy zónátlanítanám itt ezt az egész területet. Úgy, ahogy van, szépen innen mindenki kiköltözhet, és jönnek ide a hivatalok. Kíváncsi vagyok, hogyha a hivatalok jönnek ide, akkor ők meg tudják-e tartani a munkaerőjüket, vagy valami hasonló. Lehet, hogy nem, és elmondom, könnyen elképzelhető, hogy nem. De srácok, úgy vagyok vele, hogyha nem próbáljuk ki, akkor nem tudjuk meg soha. Szóval oda szépen jönnek a hivatalok, és jönnek oda majd dolgozni az emberek. És tudom, hogy amúgy rengeteg hibát elkövettem gyakorlatilag ezzel a város tervezéssel. Hibáiból tanul az ember, én amondó vagyok. Aztán hát rohadtul kíváncsi vagyok, hogy a következő város, amiben belekezdünk, és ezzel kapcsolatban is van hozzátok rengeteg kérdésem, majd szóval figyeljetek és segítsetek, légy szíves. Miközben itt össze-vissza stackelem egymásra a zónák. Nem tudom, hogy amúgy így jó-e, hogy egy régióban gyakorlatilag többfajta zónát is használunk. Ez ki fog derülni mindenképpen, de onnan most el lehet szépen költözni. Illetve a parkokat szeretnék lerakni mindenképpen, illetve tömegközlekedést sem ártana amúgy szép lassan kialakítani, viszont itt az árammal lesz egy kis problémánk, bár talán nem olyan sokáig, gyorsan jó lenne, hogyha ide beleterjenne valami, már így ugye onnan kapják ők, na várják, hogy kapják ők máshonnan is. Kapják ők innen is, és akkor már megvan oldva kettő irányból is az áram. Ebbe az új kis területünkre, köszönjük szépen, megnézzük, hogy itt ez a hivatali zóna hogy fog működni. Tényleg kíváncsi vagyok. Ami biztos, hogy most mínuszba lementünk, persze, mert kevesen dolgoznak nekünk, de ha jönnek a hivatalnokok, aztán majd szépen majd termelik a manit. Jó, figyelj, lehelyezünk parkokat ezeknek a srácoknak, valami kis játszóteret is valahova, mit tudom én, ide, tökéletes. Aztán majd szép lassan jönnek, hát áramuk egyelőre ott nekik nincsen, de hát majd itt, ha szépen összekapcsolódtok, majd lesz. Alakul az, csak hát be kéne költözni az összes területre, haló. Ja, de tényleg arra kell figyelnem, hogy akkor tényleg a fő autópálya az körbe menjen, és akkor azt mondtátok, hogy úgy építsek nagyjából, hogy ugye induljak autópályákról, aztán utána ezek a 6-sávos utak, és akkor alatta legyenek ezek a 4-sávosak, és tényleg csak a legkisebb kis régiókban, ezeken a területeken használják csak a legkisebb utakat. Meglátjuk, hogy ez hogy fog így működni, illetve azt is meglátjuk, hogy itt ezek a hivatalok tudnak-e működni. Megoldások Kft. Mert könnyen lehet, hogy ez volt a problémám, nem? Mert hogy túl okosak voltak a lakosok, mert itt van már egyetem, meg minden kutya
füle. Persze a szemétszállítása továbbra is probléma van, hogy az, hogy fogom pontosan megoldani amúgy, az jelenleg még nem tudom. Pontosan nem tudom, mit csináltam olyan nagyon rosszul, de egy jobb úthálózattal az is csak jobb lehet, ugye? És akkor az új pályával kapcsolatban az lenne majd a kérdésem nektek, mi bajotok, a lakosaid betegek. Erre a területre is kell nekik egy kis izé, egy kis egészségügy ide is kell nekik. Hát jó, féljetek srácok, én nem vagyok semmi jó elrontója. Gyertek nyugodtan, és neked mi a problémán, nincs több hely, akkor ezt is ürítsük, hulladéktárolókat ürítünk folyamatosan. És amúgy nincs olyan nagyon sok probléma, vannak, de szerintem nem olyan vészes, nem? Viszont mínusz 3500-ban vagyunk óránként, illetve a lakosaink száma is csökken, most már nő, most csökken. Szóval a pénzszerzéssel nem állunk olyan nagyon jól amúgy, de rohadtul bízok benne, hogy hamarosan elkezdenek itt dolgozni az emberek, illetve itt milyen zónák vannak, olyan panelok. Mi a panelokhoz nekünk szerintem nagyon kéne lerakni valamilyen például ilyen teniszpályát, illetve egy sima parkot is rak le nekik, hogy itt növeljük azért az ingatlanoknak az értékét. Hát, ha így egy picit kellemesebb lesz ide költözni, vagy nem tudom. Mindennel meg kell próbálkozni, így egy kicsit feljebb toljuk az értékeket, aztán hát, ha több panelt építenek majd ide. Most lehet, hogy az éjszaka közepén érted, senki nem akar építkezni, ez benne van, de átléptünk pluszba. Közben átléptünk pluszba, ráadásul elég keményen felugrottunk plusz 1300-ra, így ahogy feljött a nap, jó. Ja, szóval az új pályával kapcsolatban vegyek-e valamilyen kiegészítőt szerintetek? Milyen kiegészítőt érdemes vásárolni? Illetve melyik pályán? Én mindenképpen olyan pályát szeretnék, ahol van folyó, és akkor ott a víz energiáját fel tudjuk használni áramtermelésre, ami azért szerintem elég menő lenne. Egyelőre ők itt működnek, ugye? Üzemel végül is. Vannak elérhető állások itt ezeknél a KFT-knél, viszont ide panelok valamiért nem akarnak épülni, és amúgy hogy kitisztult itt a fű? Azt hittem örökké ilyen retkes maradt, de nem, oda néz, milyen szép lett. Félj, akkor próbáljunk meg, hogy ezt itt dezonásítom, és akkor sima lakóövezetek esetleg úgy működhet? Nem tudom, mindjárt kiderül. Bár mondjuk nagy igény, most úgy semmire nincsen, szóval lehet, hogy azért nem költöznek ide emberek, mert nincsenek is új állások, vagy a tököm se tudja. Jó, azért itt látszik igen, hogy magasabb az ingatlannak az értéke. Szóval szerintem itt is egy picit növelnünk kéne azt, aminek nyilván azok nem fognak örülni, akiket kilakoltatunk, viszont akik meg ott maradnak, azoknak tök jó lesz. Arra nézz, egyből, hogy megugrott az érték. Szóval lakoltatunk ki ezzel embereket, de hát srácok, ez van, ez be kell vállalni. Arra nézzetek, lerakunk mindent, aztán majd szépen valahogyan alakul. Na, itt már itt is talán kezdődnek a problémák. És igen, amikor este van, és amikor bezárnak a hivatalok, ezek, akkor nagyon lemegyünk mínuszba. És várjál, be fogunk csődölni. Srácok, be fogunk csődölni. Ajaj. Na várjál, pauz. Srácok, szerintem csődbe vittem. Úgy érzem, hogy sikerült csődbe vinni a városomat. Shit, pedig nem akartam. Jó, hát figyeljetek, megpróbáljunk menteni a menthetőt, jöjjenek vissza a munkásosztály. Szükségünk van a munkásokra is, ez biztos. Ez eléggé egyértelmű, szóval itt végig ezen az elkerülő úton is jöhetnek nyugodtan dolgozni. Kérlek, gyertek dolgozni, mert különben végem. Jöhetek ide is, srácok, csak gyertek! Meg hát akkor ide még erre az alsó területre, hátha szükség van ennyire, bár ez meg lehet, hogy sok lesz. Jó, fel kell vennünk egy kölcsönt. Felvettünk egy kölcsönt, és akkor nézzük meg, hogy valamivel még meg tudnánk menteni ezt a dolgot. Le tudok tenni egy hipermarketet, és le is teszem. Nem tudom, hogy ez fog-e segíteni rajtunk, nem vagyok benne biztos, de van egy hipermarketünk legalább. Basszus, gyerekek, nem állunk túl jól. Jó van, most még van 100 000 pénzünk. Lehet, hogy egy kicsit nagy hitelből, de legalább van. Jövünk feljebb, bár nem mínusz 3000-ba, hanem mínusz 1500-ba. Yeah. Továbbra sincs elég vásárló, azt viszont továbbra sem értem. Itt megint becsődött valaki, mi baja van ennek? Nem, bűnözési ráta. Hát pedig van itt most rendőrös itt a közelben, szóval olyan nagyon nem tudom, mi a problémátok. Itt van a rendőrös, és oda néz. Hát oké, pont abban a sorokban egy kicsit haloványabb az a zöld, de amúgy nem olyan vészes. Lehetne sokkal rosszabb is, srácok. Na, pluszba vagyunk, plusz 6000-ben. Oké, pénzt termelünk jelenleg. Már csak igazából azért kell szurkolni, hogy ezek a gyárak ne csődöljenek be, mert akkor megint szarban leszünk, de egyelőre okésak vagyunk. Nem vagyunk annyira okésak, mert megyünk lefelé, mint a rohadt élet. Miért megyünk most ennyire lefelé? Plusz 2000 alá estünk. Mi az, most miért csökkenünk ennyire? Srácok, be fog csődölni. Sajnálatos módon ez a város be fog csődölni, és most jelenleg nem tudom, mit tudnék csinálni ennek érdekében, hogy ez ne itt történjen. Mi a problémátok nektek? Nincs elég vásárló. Yes, az egy szoki probléma. És amúgy ide sem költöz senki, szóval én most jelenleg nem értem, hogy mi a probléma.
ki vannak jelölve a területek egyes zónákra, és egyszerűen nincsenek feltöltve. Oké, nincs egyáltalán igény rájuk, mondjuk, ez egy dolog. De figyelj, akkor ezt az egészet én dezónásítom. Szépen költözzetek el innen, srácok, mert rátok most ott nincs szükségünk. Ú, itt mi a helyzet? Aha, itt egy kicsit káosz, na várjál, ezt oldjuk meg. Aha, ide egy stop tábla kéne. Itt adjatok elsőbséget, légy szíves, és akkor majd úgy talán jobb lesz. Ugyanaz. Akkor tegyek ide táblát? Vagy a lámpát? Nem, jó az. Ez a város halálra van ítélve. Utolsó itt rúgja retek falva, srácok, F in the chat. Nincs elég vásárló. Na várjál, most ráguglizok, mert erre már nem emlékszem, hogy mondtatok-e valamit. Azt mondják, hogy a nagy forgalom is simán elvezethet addig, hogy egy gyárnak be kell zárnia. És közben az ipari zónákból kell kevesebbet csinálnom, a kereskedelmi zónából pedig többet. De hát itt van egy kereskedelmi zóna, és rohadtul nem érdekel senkit. Nem tudom. De amúgy pluszba vagyunk, és este van. Be vannak zárva a gyárak, amúgy, és pluszba vagyunk. Akkor én most nem értem, mi történik. Nincs elég vásárló, tudjuk, tetyám. Viszont ez meg ilyen zóna, érted? De valószínűleg ez a nincs elég vásárló probléma nálam azt jelentheti, hogy egyszerűen nem jutnak el a vásárlók a helyükre, mert hát ilyenek az utak. Na, következő városunkban egy olyan útházatot építek, srácok, magnifikó lesz. De amúgy olyan pluszban vagyunk, plusz 10 000-ben vagyunk, mert jönnek az emberek talán beköltözni, vagy nem tudom, de hogy nem ide, az biztos. Na várjál, bontsuk le szépen ezeket a utakat itt szerintem. Így végig én ezeket lebontom, tök bátran. Mert itt ebből a területből azért szerintem valamit még ki tudnánk hozni, nem? Olyan inspiráló ez a zene, srácok, hozzunk ki valamit ebből a területből. Jó van. Plusz 5 000-ben vagyunk, a plusz 10 000-ről hirtelen leugrottunk egy kicsit, de az még... Az még oké, ne menjen már le jebb, légy szíves. És akkor egy olyan szép kis utat fogunk ide rittyenteni, srácok. Be fogtok kakkantani. Úgy, olyan nézzetek, hát ez maga a művészet. Fú. Jó, hát ez is valami. Na, hát ez gyönyörű lett. Nem mondom, hogy pontosan ilyet, de ilyen kis kacskaringós utakat mindenképpen majd szeretnék a következő városomba. Tényleg meg szeretnék próbálni egy kicsit játszani így a területünkkel, mert szóval én is látom, hogy rohadt sok területre van lehetőségünk. Nem egy SimCity, ahol le vagy korlátozva tényleg arra a kezdő területre, aztán cső. Hanem ez tényleg rohadt jó, hogy gyakorlatilag folyamatosan tudod bővíteni a kezdő területedet is. Jó, de szépen jönnek panelek ide végig. Ezek majd a panelek felfogják az autópályának a hangját, jó? Hát rohadtul kíváncsi vagyok, hogy ide bárki fog-e költözni, mert nem vagyok benne biztos. Bár azért, figyelj, jönnek az emberek. Itt milyen a földnek az értéke? Nem rossz. Egész magas. És amúgy mondom, azóta pénzt termelünk amúgy, szóval lehet, hogy megmentettem csődtől a városomat. Csak mondom. Nem biztos, hogy direkt volt, és lehet, hogy a SimCity egy beépített mechanizmusa mentett meg, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy még élünk és virulunk, és mióta felvettem a 100 000 dolláros hitelemet, azóta még 100 000 dollár termeltem amúgy, tesáim. Szóval akár azt vissza is tudnám fizetni, ugye? Vissza tudnám fizetni, de az nagyon közel kerülnék a csődhöz megint, és nem biztos, hogy bemerem vállalni. Bemerjem? Nem, mert megint csökkenünk, és ez kicsit félek most. Most kicsit ráfügtem erre a számra, bocs mindenki, de közben amúgy jönnek ide az emberek, tök jó látni. Úgy néz ki, hogy szeretik itt a kacskaringókat az emberkék, vagy nem tudom. Viszont megint szükségünk lenne iparra, vagy hivatalokra. És most dönts el az ember, hogy mire van szükségük. Hát figyelj, ha megnézzük itt, igazából a hivatalok tök jól vannak úgy ránézésre, nem? Elérhető állások nem igazán vannak. Itt van például pont 4, de a többinél kb. 0 vagy 1. Nagyon felment az igény. Na várjál, pause. Ez pause-t igényel, mert most nagyon durván megugrott itt a téma. Szerintem hivatali zóna kéne, nem? Mert ez milyen magas értékű ez a terület, ezért az okos emberek jönnek ide, vagy a nagy pénzesek, és azok hivatalban dolgoznak, nem? Hát nem tudom, viszont ide fogunk csinálni egy elágazót, mit szóltok? Sőt, csak egy körforgalmat fogok ide csinálni, semmi mást. Ami egy kicsit így problémás, hogy ilyen így, aha. Ezt az utat itt le kéne cserélni ilyenre. Ennek mi baja van? Ez haló? Hát jó, hát akkor itt csináljuk meg. Mi a tököm ez? Olyan, mintha direkt ilyen ferdét akarna csinálni, de miért akar direkt ferdét csinálni? Nekem egyenes kéne. Hát ez értetetlen számomra, hogy ennek most mi baja? Mindegy. Szépen ennek az irányát megfordítjuk, jó? És akkor itt van egy kihajtó a városunkból, ugye itt majd be lehet valahogyan jönni ide. Ezt itt töröljük, és akkor autópályával így...
Ezt miért csinálja? Mindegy, szép ívesen, menjetek így, ha akartok, leszarom. És akkor tudod, mit kéne még kipróbálnom, amit még nem próbáltam ki ebben a játékban? Aluljárót, vagy felüljárót. Figyelj, innen nem tudunk valamit összehozni, vagy page up, azt mondtátok nekem. Aha, oda néz... mik vannak? Ó, és a tengerre is ki tudom vezet... Szivac. Atya úristen. Jó, ez nagyon menő, de viszont szükségünk van egy ilyen kerülőre. Hát olyan nagyon nincsen, de mivel ez rohadt jól néz ki, ezért megépítem. Arra ne... Ajjaj, stop egy gyárját. Jó, ez rohadt király, viszont ez egy irányú. Ó, mert autópálya. Kettő irányba szerettem volna megcsinálni. Jó, mindegy, pár ezer pénzt kidobtunk itt az ablakon. Kinek kell a pénz, mert... Nekem nem. Megcsináljuk ugyanezt két irányú úttal, oda nézzetek. Aztán itt oké, van egy ilyen lámpánk. Aztán ez... Nem biztos amúgy, hogy ennek van értelme. De legalább jól néz ki, és várjál, pauz mindenképpen, mert szükségünk van ipari zónákra szerintem. Vagy nem, szerintem hivatalira inkább. Szóval, akkor itt elkezdünk kialakítani egy ilyen... hát figyelj, ilyen autópályát, ami így körbe megy, várjál, az ott... Aha, az ott megemelkedett, arra nem biztos, hogy szükségünk van. Az a baj, itt most sokan nem látok, és itt eléggé meredek ez az emelkedő. Na várj, hogy tudnánk ezt megcsinálni? Aha, ott már megtudjuk. Így szépen tesz egy kerülőt. Oké, itt van egy alagutunk, és ez az autópályát szépen körbe megy. Viszont ennek meg itt fent sok értelme nincsen, majd ide költöztetni embereket nem tudok. De mindegy, legalább körbe megy egy autópályánk, valahogyan vissza kéne kötni. Szóval valahogyan meg kéne próbálni lefelé húzni, aha. Mondjuk így, tök jó, és akkor meg valahogyan ide visszahozni. Mondjuk így, és akkor van egy ilyen körút autópályánk, de rohadtul nincs semmi értem, és elpazaroltam az összes pénzemet. És mivel ezek 6 sávosok, ezért ez alá kéne berendelni mondjuk a 4 sávos utakat, nem? Nem biztos, de figyelj, meg fogunk ezzel próbálkozni, hogy itt egy kicsit egy 4 sávos út és menjen körbe valahogyan. Valahogyan így. Nyilván ezt a területet itt megint nem fogjuk tudni kihasználni. Most össze-vissza építek mindent, bocs, amúgy mindenki, és elpazaroltam 200.000 pénzt. Az csak azért rohadtul mókás, mert így akkor lehet, hogy nincs elég pénzem arra, hogy itt kialakítsam gyakorlatilag ezeket a területeket, de megpróbáljuk valahogyan. Szóval ide már jöhetnek a hivatalok. Ide is jöhetnek a hivatalok. Viszont akkor ez a 4 sávos út alá, akkor berendelünk egy sima 2 sávosat most már. Valahogyan mondjuk ide szépen be lehet jönni, és akkor ezt is ilyen ívesen oda néz. És akkor megvan egy kis úthierarchiánk valamilyen szinten. Nem tudom, hogy így gondoltátok-e, amikor próbáltatok nekem segíteni, de ha nem, akkor szóljatok. De gyakorlatilag én valahogy így tudom elképzelni ezt az egészet. Várj, jobban kéne valahogyan visszakanyarodni. Valahogy így teszem azt, nem lesznek teljesen párhuzamosak, nyilvánvalóan. Hivatalosan jöhet ide mindenki, hivatalozni, yes. Oké, és akkor most reménykedünk abban, hogy tényleg a hivatallal volt nekik problémá. És ide a másik felére, meg nem tudom, mondjuk itt lehet, hogy túl meredek a plac, bár nem úgy néz ki, lehet, hogy ide meg fel tudnék húzni még ipari zónákat. Mert hát most a tököm se tudja, hogy iparra van igényük, vagy pedig hivatalra. Hát most meg kell nézni azt a csíkot, hogy lejjebb fog-e menni. Elindult lefelé, szóval lehet, hogy jól gondoltam, hogy hivatali zónákra van szükségünk. Jó, akkor most várunk és reménykedünk, bár még mielőtt ezt csinálnánk, elindultunk mínuszba és nincs itt áram. De áram az lesz, viszont víz nem. Ajjajjaj, gyerekek, nagyon nincsen pénzem. Jó, egy kis kölcsönt felveszünk még, egy picikét, egy ilyen 20 000-eset, és amint elindultunk pluszba, azt már vissza is fizetem. Csak hát ezt muszáj becsatornáznunk, srácok. De már elindultunk szép lassan felfelé, de nem lesz ez olyan egyszerű. Mindegy, most itt rengeteg ipari, nem, hivatali zóna épül, és le is ment az igény, mint a szar. Jó, persze itt haláloznak az emberek, és egy halott szállításra vár, de... Jó, hát éljetek velük együtt, na. Meg még amit nem próbáltam ki, srácok, amúgy, mondjuk elég érdekesen néznek ki ezek a területek, de bing, bing, egyből váltottam a téglalapos felosztásról. Hát ilyen értelmetlen ívesre, de ne törődjetek vele, és megindult az igény a lakóvezetekre, ez tök jó. Ó, srácok, ezt nem hittem volna, megmondom nektek tök iszintén, hogy nem hittem volna, hogy elérjük a következő mérföldkövet. Főváros lettünk. Azt mondja, hogy akkor megint tudok egyet vásárolni. Ezt okosan kéne kiválasztani, bár mondjuk tényleg annyira nem fontos, mert a következő részben szerintem új pályát kezdünk, szóval lehet, hogy ebben most annyira nem kezdünk bele. Szóval ebből a kevés pénzből, amit most tudtunk keresni, csináljunk meg ilyen kis 4 sávos, alsóbb rendű
utakat, ez így működhet, vagy inkább nem tudom, hogy így csatlakozzak erre vissza, szerintem jöhet így vissza tök nyugodtan. Ja, és akkor ezen belül meg sima kétsávosokkal felosztjuk gyakorlatilag a placot. És tényleg srácok, légy szíves, ne kövezzetek meg, nem tudom, hogy így gondoltátok, amikor segíteni próbáltatok, de nekem ez az elképzelésem, aztán lehet, hogy full vakon vagyok. Nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy full vakon vagyok, de mindegy, nézzük meg, hogy ide akarnak-e költözni majd az emberkék, mert én most lakóvezeteket kialakítunk. Az az egy probléma, hogy akik most oda akarnak költözni, kb. Szerintem itt fognak lejönni az autópályáról, és itt feltorlódnak, és nem a legjobban lett megoldva ez sem. És hát vagy nem értek még ide az emberek, akik ide beköltöznének, vagy rohadtul nem akarnak ide költözni az emberek. Senki nem akar ide jönni, de azt is el tudom képzelni, hogy várj, lehet izékre van igény, nem ilyen panelekre. Figyeld, és tényleg, a paneleket egyből elkezdték építeni, bár mondjuk most már jönnek a kis lakások is. Igen, áramuk meg vízük az nincsen, de majd lesz valahogyan, srácok, várjál. Valahogyan meg kell ide próbálni feloktojálni az áramot, ez beleér? Bele nem? És akkor őket meg csak is szépen elvezetjük az út mellett, jól van. És a vizet csak egyszerűen így szépen felhúzzuk. Így kérem szépen, tökéletes, jó van, lesz víz, lesz áram. És akkor gyertek költözni. És a lakóvezetekre le is ment az igény amúgy közben. Hogy állnak itt a hivataljaink? Tök jól. Tök jól. Most megint mínuszban vagyunk itt éjjel, valamiért, de kibírjuk ezt az éjjel, szerintem. Bárhogyha mondjuk az éjjel soha nem ér véget, akkor baj. Leszünk. Közben megint pluszban vagyunk, amúgy srácok, én megmondom nektek az őszintén, szerintem a szakadék széléről rántottam vissza ezt a várost. Hopp, ott még nincs három halóka. Ezt nem mondott komolyan, hogy Csórinak azért nincs ár, valaki jöjjön már neki, egy szomszéd jöjjön már neki, és akkor lesz, de hát ez így hagyjuk már. Csóri pont nem ér bele abba meg abba a vezetékbe se. Istenem. Miket tudok itt csinálni már? Naperőműve. Maximum 160 megawattot tud termelni, ami nem egy 1600-os megawatt erőmű. Hát jó, haver, te ne haragudj, de nem fogok lerakni neked plusz egy... Tudom, hogy lerakod neked plusz egy... Nem egy nap erőművet, tessék így, és így már lesz áramod. Hihetetlen. Retekfalván minden lakosunk egy arányúan fontos. Ezen a területen egy picit toljuk fel az ingatlanoknak az értékét, mondjuk így kettő épület teszett, ezt meg is tudjuk csinálni, így van. Hát itt lefelé pedig, hát figyelj, rakunk mondjuk egy, teszem azt, ilyet, meg akkor jöjjön mellé, mit tudom én, egy ilyen bank, tessék. És itt akkor eléggé nagy értékű ingatlanok is tudnak épülni, meglátjuk, hogy jönne majd ide valaki. Inkább a panelek amúgy a jobban menő dolog, mert nézzétek, csak ez a terület paneles, ez a terület meg sima, akkor csak még több paneleset, nem? Amondom vagyok, hogy itt lakoltassunk ki embereket, csak azért, hogy jöhessenek ide új emberek. Jó van. És hatalmas nagy igény van megint iparra vagy hivatalokra, de melyikre? Megint hivatalra, ugye? És hogy nézzünk már meg, hogy milyen a közlekedés itt ezen az új helyen. Eddig rohadt jó. Eddig ez rohadt jól működik. Na várjál, akkor csináljunk ide még ilyen utakot, kérlem szépen. Mondjuk valahogyan így, aztán szépen ide visszaoktojáljuk. Ugye ezt az utat használtam? Olyan szép fák amúgy. Oké, és ezt a területet hogyan használjam ki? Mert hogyha így csinálom, hát lejjen így, akkor már hagyjunk meg ezt a fajta megoldást. Illetve hogyha csinálnék mondjuk egy ilyet, talán több hivatal elfér egymás mellett, nem? Hát nem tudom. Na mindegy, ami biztos, hogy jöhetek ide hivatalozni srácok, ez nem biztos, hogy megoldja azt a hatalmas nagy igényt. Először azt nézzük meg, hogy csökken-e, és igen, csökken, szép lassan. Nem tudom, jól gondolom, hogyha már ilyen fejlett a városod, hogy főleg van egyetem is, akkor több hivatalra van szükséged, mint ipari negyedre. Legalábbis én ezt a konklúziót sikerült nekem leszűrni. És amúgy vízzel hogy állunk? Aha, épp hogy kitermeljük az elegendőt, szóval ide már jöhet is a következő, amit szépen be is csatornázunk. És már jöhet is a következő vízpumpa állomásunk, amit úgy szint be kéne kötni így egymásba. Szépen sorba kötjük őket, és nézzük meg a víz elérhetősége megugrott. Oké, áram, az még éppen kitermeli az elegendőt. Próbálkozunk már meg egy naperőművel. Ide fentre senkit nem zavar, hogyha ide megépítjük. Csináljuk már meg. Ó, itt de béna voltam, amikor még itt csináltam itt utakat. Igaz, srácok, itt nagyon amatőr voltam még, de hát itt profi vagyok. Nincs vízük, várja. Igen, erre a területre nem nagyon jut el már szerintem egészségügy sem. Szóval figyelj, elmondom nektek őszintén, kapnak ezek egy kórházat külön. Viszont a rendőrség az
bárhova teszem, akkor a túloldalra már nem fog eljutni. Meg itt már a belső utakra egyáltalán nem jut el. Ez kellemetlen viszont. Akkor lehet, hogy mégsem jó ez a úthálózat, amit most itt kialakítottam. Lehet, hogy mégsem így kéne megcsinálni. Most ebből jöttem rá, mert nézd, mert akkor mondjuk ide erre az útra, akkor a mellette lévő útra nem jutnak el. Viszont, hogyha ezeket az utakat összekötném itt belül, na várjál. Egy-két ilyen egyszerű kereszteződést rakjunk már bele, léci, aztán így kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Hát ez akkor működne, hogyha még ez is össze lenne kapcsolva. De figyelj, én összekapcsolom szívesen. Aztán lehet, hogy most ezzel csesztem el az egészet, de így a közlekedés már sokkal jobb. Nem csesztem el szerintem, le is teszem a rendőrőrsöt. Nem is rendőrös, hanem a tűzoltóságot, és most jöhet a rendőrőrs ide mellé valahova, mondjuk, mit tudom én, ide. És azok már mondjuk ide nem jutnak el, szóval ide nekik megint kéne egy új, és ezeket az utakat megint össze kéne kötni. Oh God, hát itt rengeteg dolog van, amire figyelni kell, basszus. Bár figyelj, ez itt megoldja nagyjából az egész hivatali negyedet. Jó az úgy, teljesen jó. Pergünk előre, hát igen, itt nem jó halál szállításunk. Itt szar a közlekedésünk itt, nem tudok ezzel mit csinálni. Hát, jaj, be van. Jó, ekkora dugong szerintem ebben a játékban még nem volt. Hát ez Los Angeles. Ez egy Los Angeles szimulátor, srácok. Jézus úristen. Ez nagyon durva. Ez már szerintem is durva, de legalább szép fényes amúgy a körforgalmunk itt. Ja, szóval srácok, úgy szerintem nagyjából retek falván eddig jutottunk, és mondom, légy írjátok meg, hogy milyen kiegészítőt vásároljak a játékhoz, és akkor nem tudom, melyik pályát, meg vannak ilyen pályakiegészítők is, lehet, hogy azt is érdemes lehet megvenni, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, de szerintem retek falva eddig jutott, mindenhol probléma, most jelenleg a halott szállítása van a legnagyobb problémánk, mert dugóban állnak a halott szállító kocsiaink valószínűleg. Atya úristen, hát ez mit csinálnak itt? Ezt nem is értem, miért innen jön mindenki? Jó, minden srácok, szerintem szép látkép ezekkel a szép kis ikonokkal ez a terület. Nagyon, de nagyon figyelnem kell a következő városomnál az autópályák kialakítására, illetve hát ugye az úti hierarchiára. Megpróbálok rá figyelni, de nem ígérek semmit, srácok. Léci, próbáltok meg majd segíteni. Viszont ami biztos, hogy nem csődölt be a város eddig, négy rész alatt, ami valakinek siker lehet, például nekem. Ha tetszett ez a videó, kérlek szépen a lájkot ne felejtsétek el, és akkor találkozunk a következő részben is, ahol megpróbálunk egy teljesen új kezdettel ezeknek az információknak a tudatában, amit szereztem ez a pár rész alatt, kialakítani egy új, működő, önellátó, megújuló erőforrásokkal rendelkező várost felépíteni. Kívánjatok szerencsét! Találkozunk legközelebb, és én Lucky voltam. Sziasztok! Volt egyszer egy spanom, akit úgy hívtak, hogy Pista. Azt mondta nekem, hogy legyek már én is lakista. Azóta is elég sokszor cserélem a liberót, mert befosok, ha meglátom, hogy felkerült új videó. Lazán elveri a népet ez a gyerek fifába. A szomorú arcodból ő varázsolhat vidámat. Húzzuk el az összes fekete felhőt. Ha tetszik, amit láttál, akkor nyomd be a csengőt. Yeah.